rengeteg időm volt, és akkor ebbe a kényszerű szabadidőbe elkezdtem leírni, és akkor mindig elküldözgettem a szerencsés barátaimnak, akik a munkahelyükön megnyitották az e-mailt, és elolvastam, és állati jókat röhögtek, és mondták, hogy hát ez nagyon jó fajtas, és akkor, amikor elértem egy ilyen 100 oldalig, akkor a legjobb barátnőm, akit szintén megírtam, mindenkit megírtam, és sajnos ez van, hogy én mindenkit megírok. A kedves közönségnek lehetősége volt találkozni Rácz Zsuzsával, az Állítsátok meg Teréz anyut könyv szerzőjével és a Teréz anyu klub, valamint az Aranyanyú díj alapítójával. A Bölcskei Könyvtárban április 19-én került megrendezésre az esemény. Az írónő nyílt és közvetlen stílusával igazán baráti hangulatúra sikerült a találkozó, ahol általa betekintést és információt kaphattunk magánéletéről, szakmájáról, a nagy sikerű könyv születéséről és utóéletéről, másrésztről a támogatói női közösségről, a Teréz anyu klubról, amely 8 éve aktívan működik, és az a célja, hogy a nők önbecsülése és társadalmi megbecsülése javuljon, valamint az egyéni életpályák közösségi támogatása. A délután folyamán a Bölcskei vonatkozásról is szó esett. Ugyanis a 2016-os évben a közösségekért külön díjak egyikét a Bölcskei Amatőr Színjátszó Társulat kapta. A győztes pályázat írója és a társulat tagja Süle Viktória is részt vett a programon. Megtekintésre került a díjátadó gála kisfilmje és a színjátszókat bemutató videó. Az akkori élményekről esett szó, és hogy mit jelentett ez a csapatnak és Vikinek. Összességében az író-olvasó találkozó egy jó ízű beszélgetés volt. Élményekről, életről és véleményekről Teréz anyusan.